Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, Száva Vince vagyok, az Ék Egyesület országos elnöke, és a mi pártunk imamit jogvédő országos elnöke. Mutatom a dátumot, és majd megmondom, hogy miért mutatom. Tehát ugye 2022. április 25-e van, és ismételten nekünk boldog napunk lesz, az már biztos, ugyanis visszük az adományt olyan családok részére, ahol sok gyermek van. Tehát én azt gondolom, hogy azok a gonosz emberek, akik azt mondják, hogy rongyokat visz a Száva Vince, és ez nem csak a tetején van, így most, hogy így fölülre került, így automatikusan, ugyebár így elővesszük, és itt van ez a kis kabátocska, ez a kis lány, ez fiúnak való. Aztán kaptunk adományba ilyen kicsiket, kis prüssöket is, kutyuska, tehát hűséggel, az Ék Egyesület és az IMA hűséggel a népünkért, azt mondanám, hogy ez így most jelkép szerint, ez egy jelképes, aztán szerintem ez is aranyos, ez a kis sapek, ő is kedves, aranyos, úgyhogy egyetért velünk, látjátok, nézzétek meg, ő diplomázott. Tehát itt van sok minden, vannak felnőtteknek is természetesen, csak most viszont akik kérték, hogy gyerekeknek szeretnének, mert több családhoz fogunk eljutni ma ezen a napon. De aranyos, ez szerintem ütős, örülni fognak. És azért még egyszer mondanám, gonosz emberek, akik mondják, hogy a Száva Vince rongyokat visz meg, aztán mondanak engem már rongyos bárónak is, nem baj, semmi baj, mondhatnak bárminek, mondhatok engem bárminek, kedves gonoszok, főleg azok, akik a szélső jobbhoz is csapottak, romember létükre is, semmi baj, mi rólunk lepereg a gonoszoknak a jogtalan bírálata. Miért is? Azért, mert Isten küldöttjei vagyunk. Tehát azok, akik mondjuk 10-20 éven át dolgoztak önzetlenül, azok Istentől eredő földi küldetést teljesítenek. Ezt tesszük mi is, az Ék Egyesület és az IMA. Úgyhogy tegyétek ti is, hogyha lehet, én megköszönöm nektek. Viszont, hogyha valakinek akár Budapesten vagy vidéken van adomány, akár bútor, ruhadomány vagy élelmiszeradomány, megköszönjük, hogyha minket keresnek. Facebookon megtalálható vagyok, Vince Száva néven. Sokan ismertek már, köszönjük szépen. Hát igen, azért 18 év és még plusz 5 év egy másik szervezetben, az 23. Szerintem ennyi idő alatt látható, sőt szerintem 1-2-3 éven belül is látható, hogy valaki önös érdekből cselekszik, vagy valóban mondjuk például a választás után én mondtam önöknek és számotokra, hogy mi leszünk azok ismételten 23 éve, akik a választások után is dolgoznak. Önzetlenül, fizetés nélkül. 0-35-27-31-60-as a telefonszámom, és természetesen, ha jogi ügyekben, büntetőügy, polgárperes ügyekben, ha valakinek segítség kell, hívjatok, az nem ingyenes, viszont ingyenes jogi tanácsadásunk van. Isten áldása legyen veletek, óvjon titeket, mindenkit a mindenható Atya, mindannyiunkat, minket is, a szeretteimmel együtt, Éke és Ima tagjainkat is óvja az Úr, és áldja meg az önzetlen munkátokat. Kedves barátaim, boldog vagyok, hogy egyre többen vagyunk, és egyre többen cselekszünk a szegény népünkért. Sziasztok!